Pár Zsuzsanna, a nemzetpolitikai felelős helyettes államtitkár az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző karnapja kapcsán azt mondta, nagyon fontos, hogy minden régióban legyen magyar nyelvű felsőoktatás. Ezt az anyaország minden erejével támogatja, tette hozzá. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak fontos intézménynek itt a tanítóképzőkart, és nagyon fontosnak tartjuk azokat a programokat, amelyeket a Nemzeti Tanáccsal együtt megvalósítanak. Külön kiemelném itt az ösztöndíj programot, amit ugye a magyar nyelven tanuló egyetemistáknak tudunk a Nemzeti Tanácson keresztül támogatásként adni, és azt látjuk, hogy növekedett a magyar nyelven egyetemre járó vajdasági fiataloknak a száma. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony a Szabadkán ma megtartott Magyarság ismeret című előadás részvevőit is köszöntötte, a programot vajdasági pedagógusok számára szervezte, a Magyar Nemzeti Tanács a Bethlen Gábor alap támogatásával. Ahogy tavaly elkezdtük az óvodákkal, most tovább léptünk az oktatási láncszem következő láncszemére, és nagyon örülünk annak, hogy együtt tudtunk működni a külhoni magyar pedagógus szervezetekkel, hiszen mi akkor tudunk jól segíteni, akkor tudjuk a támogatást jó helyre adni, ha megkapjuk azokat az információkat, ami csak itt van meg. Előkészítjük már majd a jövő évi programot is, amely szinten egyet tovább lépve az oktatási lánc következő láncszemére a felsősökre fog fókuszálni. A nemzetpolitikai felelős helyettes államtitkár asszony módszertani csomagokat adott át a Vajdasági Magyar Általános Iskolák vezetőinek, képviselőinek.